Murányi Józsefné körzeti ápolónő vehette át idén a dr. Szűcs Géza kitüntető díjat dr. Fekete Zoltán polgármestertől a július 6-án megrendezett kistérségi Semmelweis napi ünnepségen. Semmelweis Ignác a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, ő ismerte fel először, hogy a gyermekágyi láz fertőzés következménye. A kormány tavaly novemberben 2018-at Semmelweis Ignác emlékévé nyilvánította, hogy méltó módon emlékezzen meg az anyák megmentőjéről, születésének 200. évfordulóján. A közösségi ház emeleti termében megtartott ceremónián dr. Papp Zoltán, szülésznőgyógyász professzor, Mezőköves szülötte és díszpolgára tartott előadást, Semmelweis Ignác élete és halála, 200 éve született a nagy magyar orvos, az anyák megmentője címmel. Elmondta, büszke rá, hogy 1990-ben őt nevezték ki a magyar orvos 8. tanszéki utódjának, a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Orvostudományi Egyetem és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem jogutódja, egyes számú szülészeti és nőgyógyászati klinika tanszékvezető egyetemi tanárának. Nem ismerték a baktériumokat, nem ismerték a fertőzést 1845-46-ban, viszont már korábban is, és azokban az években különösen a kórházakban, a szülészeti osztályokban 5. minden 10. édesanyja meghal egy gyermekágyi lázban. Hogy mi okozza, és hogyan lehet megelőzni a gyermekágyi lázat? Semmelweis Ignác 29 évesen tette a felfedezését. A felfedezésével a világ szülészeti osztályainak szemléletét befolyásoló korszakváltást hajtott végre. A professzor beszélt továbbá az orvos halálának körülményeiről, valamint nevének magyarosításáról is. Az ünnepségen Tálai András miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője beszédében elmondta, ez a nap Semmelweis Ignác érdemeinek elismerése és egyben a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe is. Ünnep, mert ekkor mondunk köszönetet minden egészségügyi és egészségügyben tevékenykedő több mint 150 ezer dolgozónak. Azoknak, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy életet mentsenek, hogy betegeken segítsenek. Magyarország kormánya számára is fontos, hogy a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek, hogy az egészségügy működése minél kiegyensúlyozottabb legyen. Tálai András elmondta, még van teendő, de 2010 óta eredményeket is fel tudnak mutatni. A 2019-es költségvetésben már több mint 600 milliárd forinttal többet költenek az egészségügyre. A 2016-ban elindított több éves programban megvalósuló béremelésnek is vannak eredményei, hiszen a kivándorlás mértéke lényegesen csökkent az elmúlt években. A program következő állomása 2019-ben 8%-os emelést fog jelenteni. Továbbá elmondta, fontos, hogy az egészségügy mindig meg tudjon újulni, és a mindennapi gyógyításhoz szükséges infrastruktúra biztosítva legyen, ebben is komoly eredményeket tudnak felmutatni, amelyek Mezőköves térségét is érintik. Igaz, a Markó Ferenc Oktató Kórház és Rendelő Intézetben a megújulás nem Mezőkövetben történik, a Mezőkövetben és a térségben élő embereknek jut modern felszerelés, gyorsabb és hatékonyabb vizsgálat. Pontos eredmény a városban a rendelőintézet megújulásával és folyamatos orvosi műszerekkel való fejlesztése. Eredményként kell elmondanunk, ha infrastruktúráról beszélünk, az új orvosi rendelőnek épülését, amely nem csak itt Mezőkövetben, hanem Mezőköves diánában is több településen is meg tud valósulni. És fontos eredmény az is, hogy a mezőkövetési mentőállomás egy új esetkocsit kapott ebben az évben. Idén a dr. Szűcs Géza kitüntető díjat Murányi Józsefné körzeti ápoló vehette át dr. Fekete Zoltán polgármestertől. Murányi Józsefné majdnem 50 éve dolgozik az egészségügyben, 1970-ben általános betegápolói, 1987-ben pedig körzeti betegápolói végzettséget szerzett. A betegek felé mindig önzetlenül, segítőkészen fordul. Munkáját mindig nagy körültekintéssel, tisztességgel és legjobb szakmai tudása szerint végzi. A díjazott elmondta, ez a legemberibb hivatás, ami létezik, és egy ápolónőnek az a dolga, hogy enyhítse a bánatot és ünnepelje az örömöt nap mint nap, mielőtt a munkáját végzi. Számára a siker egyedül az emberek hálásan könnyes tekintetéből, szavaiból mérhető. Kövesden születtem, ő volt mellettem, mikor születtem, akinek a díját megkaptam.
És a nagymamámat ápoltam, és akkor jött az elhivatottság, hogy én ápolónő leszek. 70-től 80-ig Tardon dolgoztam, 80-tól 85-ig mezőköves tüdőgondozóba, felejthetetlen 5 évet, ahol nagyon sok mindent tanultam. 86-tól megkértek körzeti ápolónő legyek, mezőkövesden az egyes számú körzetbe, Kispál doktornál kezdtem, és jelenleg is itt dolgozom a körzetbe, most jelenleg Komjovics doktorral, ővele 89 óta dolgozunk együtt, nagyon örülök neki. Azt hiszem, hogy ez a 48 évi munkának a elismerése, a beteljesítése. A Mezőköves Divárosi Önkormányzat Rendelő Intézetében Szemelvesz nap alkalmából munkájuk megbecsüléseként minden dolgozó anyagi elismerésben részesült. Az ünnepségen Panyi Evelin, a Városi Zeneiskola növendéke 2 dalt is elénekelt, ezzel is emelve a ceremónia fényét.